feltűzték a szalagot a széchenyis diákokra. Jelmezekben futottak végig 60-on. A legjobb 32 közi jutásért játszott az FC 60. Köszöntöm Önöket! Önök a 60 TV híradóját látják. Feltűzték a felnőtté válás szimbolizáló szalagot a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola végzőseire. A 12. évfolyam osztályvideókkal és tánccal ünnepelte a szalagavatóját. Az újhatvani templomban kezdődött a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola szalagavatója. A végzős osztályok egymás után vonultak be a templomba, ahol Bokros Levente atya köszöntötte őket, majd az ünneplőbe öltözött tanulók Horváth Riárd polgármesterre, valamint tanáraikra is feltűzték a szalagot. Ezt követően a diákok is egyesével megkapták azokat nevük elhangzása után osztályfőnökeiktől. Fehér Józsefné, az iskola igazgatója beszédében elmondta, a szalagavató a nagykorúság jelképe is, hiszen innentől kezdve a végzősök felelősek a döntéseikért. Véleménye szerint a szalag elválasztja és egyben összeköti a diákokat. Elválaszt a diákévektől, a gyermekkortól, és összeköt a jövővel, a nagykorúsággal. Jelenti az iskolás évek emlékeit, büszkeség és megtiszteltetés is egyben ezeket viselni, de feladatot és kötelezettséget is ad a jövőre vonatkozóan. A szalag viselése emlékeztet az együtt töltött évekre, ez a 4 év a felnőtté válásotok útja volt, mely öröm és bánat, siker és kudarc, hit és megmegújuló remény érzésével volt kikövezve. A szalagavató ünnepség az iskola tornatermében folytatódott. Míg a végzősök készülődtek és felhúzták táncos ruháikat, a szülők és a rokonok megnézhették a 12-es osztályokról készült videókat. A filmvetítés végén a már tánchoz öltözött diákok bevonultak a tornaterembe. A végzős évfolyam közösen és külön-külön osztályonként is bemutatott pár táncot. Azt jelzi, hogy lassan kilépünk az iskolából, itt az érettségig, és belépünk a nagybetűs életbe. Ugyanakkor sajnálom, hogy ezt a jó csapatot itt kell majd egyszer hagyni. Úgyhogy úgy érzem, hogy még minden, a hátralévő időből minden pillanatot ki kell használnunk. Kosda Maja a 12. C osztály diákjának is az osztálya fog legjobban hiányozni, de konkrét tervekkel készül a jövőre. Szeretnék egyetemre menni. És mit tanulsz? Jelen pillanatban közgazdaságtan tanulok, és hogy ebbe szeretnék elhelyezkedni. A Széchenyi István Római Katolikus Középiskola szalagavatója a szülők és a diákok közös táncával ért véget. Meghosszabbított nyitvatartással készültek az ünnepek alatt a hatvani temetőkben. A rendészeti osztály emberei a zebrán való átkelésnél és a parkolásnál is segítséget nyújtottak a temetőbe látogatóknak. Pap László, a hatvani városgondnokság vezetője elmondta, munkatársaik folyamatosan azon dolgoztak, hogy minden a lehető legnagyobb rendben menjen. Hozzátette, az ünnepek alatt végig takarították a temető területét, összeszedték a leveleket és ürítették a szemeteseket. Október 31-én jelmezekbe öltözött emberek lepték el 60 utcáit. Az idei Halloween futás során bohócok, szellemek, zombik és boszorkányok futottak végig a városon. Nagy volt a készülődés a Városháza ebédlőjében október 31-én este. Így gyülekeztek azok, akik beneveztek az idei Halloween futásra. Még pár perccel a tervezett rajt előtt is tartott a készülődés. Felkerültek az erős sminkek, boszorkánykalapok, rémisztő gumimaszkok, sőt volt, aki egy szűrös tappancsot húzott a lábára. Hevesiné Tábit Adél elmondta, a BSI futónagykövetek célja, hogy a közösségi futással új élményt nyújtsanak, és a lehető legszélesebb körben népszerűvé tegyék a sportolást. Folyamatosan jöttek ezek az ötletek, hogy mikor milyen témát adjunk. Tavaly volt először Halloween futás, és igazából 2 héttel az futás időpontja előtt jött az ötlet. Nagyon gyorsan megrendeztük, az önkormányzat segítséget adott ebben, hogy adott nekünk helyszínt, és meglepődtünk rajta, hogy milyen aktív volt a résztvétel. Nagyon sokan eljöttek, olyanok is, akikkel korábban nem találkoztunk, vagy nem ismertük egymást. Hagyományosan minden évben megrendezzük a Halloween futást, minden
tanévben van egy nyári futásunk, a Big City Round, és a szilveszteri adománygyűjtő futásunkat is minden évben meg szoktuk rendezni. Bár úgy tűnhet, elsősorban szórakozásról van szó, a szervezők maximálisan ügyelnek arra, hogy mindenki biztonságosan sportolhasson. Hát azért az öltözködésre most már oda fel nem lehet az év úgy futni, mint a nyáron. Kellő bemelegítés kell, most már azért csak hidegebb van azért. De öltözködésre mindenki odafigyel, az elég szerintem. Túl se szabad öltözni, mert azért, mert ha leízzed, akkor könnyebben meg is tud most már fázni azért. Mikor pedig mindenki elkészült a jelmezével, kiálltak a Kossuth térre, hogy Michael Jackson Thriller című számára bemelegítsenek, a megfelelő mozgás után pedig közösen el is tartoltak. Az útirány ebben az évben megváltozott. A Városháza elől elindulva a kastélykert mögötti kis erdőt érintve átfutottak Új-60-ba, egészen a templomig, onnan pedig vissza a Kossuth térre, a szökőkút után pedig megérkeztek a kiindulási pontba. A vak pingpongot is kipróbálhatták a diákok a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. Az olimpiai nap célja az volt, hogy bebizonyítsák a diákoknak, egészségügyi állapottól függetlenül bárki lehet élsportoló. Az ötkorikás játékokhoz kapcsolódóan rendhagyó tanítási napot tartottak a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. A délelőttnek az volt a célja, hogy rávilágítson, egészségügyi állapottól függetlenül bárki sportolhat. Olyan feladatok vannak, és olyan állomások, ahol meg lehet tapasztalni, hogy milyen az, hogyha valaki fogyatékkal élőként próbál sportolni. Az állomásokon pedig a diákok kipróbálták a vakpingpongot, festhettek és kisfilmeket is néztek, amiből információkat kaptak olimpikonjainkról, amihez egy totó is társult. Az idei olimpia üzenete az élhető világ fenntartása volt, ehhez kapcsolódóan a gyerekek virágot is ültettek. A rendezvényhez kapcsolódóan egy rajzpályázatot is hirdettek, amelynek témája az olimpiai ötkarika volt. A kiírásban szerepelt, hogy sem festeni, sem színezni nem lehetett, viszont bármilyen más technikát használhattak a diákok. A felhívásra több 60-i általános iskolából, valamint Herédről és Csányról is érkeztek pályaművek, amelyeket az iskola folyosóján kiállítottak, a legjobbnak értékelt alkotásokat pedig jutalmazták. 3-2-re nyert az FC 60 a Jászberényi FC ellen. A következő fordulót a Magyar Kupában már a főtáblára kerülésért játssza a 60-i gárda november végén Csákvár csapata ellen. Szerdán az FC 60 a Jászberényi FC ellen játszott, a tét a legjobb 32 közé jutás volt a Magyar Kupában. Mindkét csapat az MB3 keleti csoportjában szerepel, a Jászberény az előkelő harmadik helyen áll. A 15. percben veszélyes kontrát vezet a Berény, a jobb szélről a középre adott labdát Ludasi átveszi, majd nagy erővel lő, de Gyulai szenzációsan véd. A 17. percben Bárkány indítja Szabót a bal szélen, Szabó átveszi, majd Mundihoz passzol, Mundi befelé cselez és középre teszi Némethez, aki lekészíti a felfutó Ács elé, Ács pedig pazar mozdulattal lő a hálóba, szép összeállítás után gyönyörű góllal szerezték meg a vezetést a 60-iak. A berényiek ívelésekkel próbálkoztak megjátszani a csatáraikat. Aztán a 27. percben egy eladott labda után gyors kontratámadásból Hamar Ádám kapás lövésével egyenlíteni tud a Jászberény. Két perc múlva Ács labdaszerzése után szenzációsan indítja Németet a jobb oldalon. Német elhúz és az érkező Szabó elő passzol remek ütemben. Szabó bal belsővel a becsúszó védő és a vetődő kapus mellett kilövi a sarkot. Ezzel 2-1-re ismét megszerzi a vezetést az FC 60. Gyorsan elvégzett szabadrúgás után Gyulainak kellett ismét védenie. A második félidő első percében Bárkányi lendületből átmegy négy emberen és indítja Németet. Német befordul, a lövését kiejti, Miski kapus, Mondi pedig nem ér oda időben. Egy perc múlva újra Német kerül helyzetbe, de a vizes talajon nem tud jól kapura rúgni. Aztán a 60. percben Szabó szerez labdát az előnyösebb helyzetben lévő védőtől, jól tartja meg, majd középre nyesi. Egy védőlábán felperdül, így Ács elé kerül, aki kapásból Mundihoz belsőz. Mundi külsővel átveszi a labdát, és a kifutó kapus mellett a hálóba lövi a csapat harmadik gólját.
Jól látható, a benragadt védő így nem volt les. A 60. percben eldőlni látszott a továbbjutás. Lékótör előre és egy kényszerítő után lövőhelyzetbe is kerül. Nagy erejű lövését Gyulai gyönyörűen védi. Bartelivel fel egy szabadrúgást, német elől épp hogy elfejelik. A 82. percben szépít a Jászberény. Egy baloldalon futó támadásból sikerül beadni a labdát, Grecsó lemarad Prázler Thomas Michelről, így ő szabadon fejelhette a kapuba a Jászberény második gólját. Megszületett a mérkőzés 5. gólja. Egy szabadrúgásból még majdnem sikerült egyenlíteni a berényieknek, de a lövés a kapufát találta el. Így nagy harcban, esős mély talajon sikerült kiharcolni a továbbjutást a Magyar Kupában az FC 60-nak. A főtáblára kerülésért november végén a Csákvárral csap össze a 60-i csapat. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére közös néma főhajtással és gyertyagyújtással emlékeznek 60-ban, november 4-én pénteken este 6 órától a Kossuth téren. Csütörtökön egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, napközben már csak néhol alakulhat ki egy-egy zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között várható. Kedves nézőink, Önök a 60 TV híradóját látták, most a Kommentár című magazinunk következik. Ha tehetik, maradjanak velünk. Viszontlátásra!